Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt, hogy ilyen sokan eljöttek az esztergomi lokálpatrióták egyesületének, a haladó esztergomi egyesületnek és a civil hetes szerkesztőségének erre a közös rendezvényére. Egy technikai kis kitérőt kéne tennünk, ez a következőből állna, hogy látom már a lufik azok végül is gazdára találtak, ennek lenne később fontos szerepe, és itt a tető sarkánál dobozokban vannak kis hajócskák. Ezek kívánsághajók, azért készítettük, hogy önök rá tudják írni itt a rendezvény alatt, míg a beszédek és egyéb más programok mennek, a kívánságaikat, esetleg a véleményüket, és ezeket a hajókat az Evezős Egyesület elengedi a Dunán kb. Egy óra múlva, a rendezvény vége felé, és egy kis mécsessel ellátva fognak leúszni Budapest irányába, jelképesen azért, hogy elküldjük az üzletünket, mert minden utat megpróbáltunk már, ezt az egyet még nem, hátrás sikerre vezet. Köszönöm szépen, tehát aki rá szeretné írni a kívánságét erre a kis hajóra, az ott megteheti a sarokba, és utána majd ezeket a kis hajókat elszállítják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves esztergomiak! Egy évvel ezelőtt, 2010. október 3-án, este 10 órakor itt a Széchenyi téren, nekem, mint Tétenyi, a volt kampányfőnökének jutott az a megtiszteltető feladat, hogy bejelenthettem, esztergomban győzött a demokrácia, az összefogásunk meghozta eredményét, a polgármester Tétény Éva a független jelöltet. Egy kicsit akkor talán többen voltunk, de én úgy gondolom, hogy aki most itt van, az itt volt akkor is. Úgyhogy együtt tudunk emlékezni arra a pillanatra, amikor itt a Széchenyi téren több ezres tömeg újongott, ünnepelt, euforikus állapotban örült annak, hogy a demokrácia ismét megjelent Esztergomban. Ünnepeltük a győzelmet, a függetlenség, a független polgármester győzelmét. Úgy gondoltuk, hogy október 3-a érdemes arra, hogy ezt a napot esztergomi függetlenség napjaként beigyezzük a városunk történetének könyvébe. A mai napon, 2011. október 3-án azt ünnepeljük, hogy a demokrácia felé vezető úton egy éve tettük meg az első lépésünket. Ez legyen emlék az utókor számára, hogy tudják, hogy az összefogás az eredményre vezet, az esztergom polgárai egyszer megunták a városvezetésnek az antidemokratikus stílusát, és véget vetettek ennek. Ünnepeljük ma ezt a napot. Felkérem Tétény Éva független polgármesterünket, hogy tartsa meg a beszédét. Most egy kicsit más helyen állok, akkor még a színpad is itt volt, és amikor sírva fakadtak sokan a tömegben a győzelem éjszakáján, nem nagyon értettem, hogy miért kell ezért sírni, hiszen ez természetes egy demokratikus jogállamban, hogy megválasztanak egy vezetőt, az 4 évre megkapja a mandátumát, aztán jól vagy rosszul teszi a dolgát, és utána majd újabb 4 év múlva megmérettetik. Kiderült, hogy ez nem teljesen így van, és most már megértem én is, hogy miért volt az a hatalmas felszabadulás, amit akkor éreztünk sokan, amikor október 3-án egy olyan választási győzelem született, amire kiderült, senki nem számított. Nem csak itt a városban, hanem országosan sem. Az összefogás eredményeképpen 65%-kal nyert a független jelölt. Ezt a győzelmet nem saját magamnak tudom be, hiszen ez csak akkor jöhetett létre, hogy összefogtak azok a pártok,
amelyek akkor még a választásokat megelőzően leültek egy asztalhoz, és a civilekkel együtt megállapodtak abban, hogy egy, azaz egy jelöltet fognak indítani. Mint kiderült, ez lett volna a megoldás a választókerületekben is, hiszen a fideszes képviselők ugyanolyan 30-40%-on teljesítettek, mint az előző polgármester, ám akkor nem sikerült egy jelöltben megállapodni. Esztergom azóta példaképpé vált. Nem elsősorban a botrányairól, hanem arról az összefogásról, amit ma ünneplünk. Tegnap írtam egy blog bejegyzést, és olyan címet adtam neki, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. És amikor én itt állok egy személyben, én azt tudom, hogy semmi lennék azok nélkül, akik ott állnak előttem. Így ez az ünnep olyan értelemben mindannyiunké, hogy én hálás vagyok annak a szeretetnek, annak a figyelemnek, és annak a megkülönböztetett odaadásnak, amit tapasztalok napról napra. Amikor jönnek látogatni, és megnézik, hogy a hétköznapjaim hogyan telnek, és lassan azt kell mondanom, hogy én magam is már csodálkozom azon, hogy hogyan lehet ezt bírni fizikailag és szellemileg, ezt a megterhelést, akkor ránézek arra az egyszál világra, vagy arra az ennivalóra, amit éppen behoztak, és akkor azt tudom mondani, megérte. És megérte ez az egy év azért, mert közösen itt állhatunk, és megköszönjük annak a 10 embernek, aki összekovácsolt minket, hogy ilyen közösségé alakultunk. Egy tapsot nekik! Gondoltam, hogy felelevenítem a legszebb pillanatokat, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy olyan értelemben azért nem tudom ezt megtenni, mert minden pillanat, minden esemény egy történés egyedi és megismételhetetlen volt a maga nemében. Sokan emlékezünk arra, hogy elindultunk gyalog, hogy megéltünk itt olyan fagyos éjszakákat, amik a kivetítőn keresztül végigizgultuk egymásért a képviselőtestületi üléseket, hogy hogyan indulhatott el egy adósságrendezés, és hogy tulajdonképpen a testületi ülések a mindennapjainká váltak. Párkányban, amikor a hídünnepen átmentem megnyitni egy borfesztivált, az ottani rajongói mondták, hogy ők már nem is néznek más tévérműsor, csak a testületi üléseket, mert ez már lassan olyan, mint egy folytatásos teleregény. Erről jut eszembe, hogy most már bejelenthetem, hogy könyv is íródik az esztergomi eseményekről, és erőle láthatólag ez decemberben kiadásra is kerül, így aztán mindazok, akik minket távolról kísérnek az ő szeretetükkel és odafigyelősükkel, olvashatnak is ezekről az eseményekről majd. Én azt kértem, hogy olyan sokat nem kívánok beszélni, mert hogy ez egy közös ünnepünk, hogy a beszédem végén hangozzék el egy dal, ami lehet, hogy majd én is el fogok érzékenyülni, tehát nyugodtan tudom mondani, hogy együtt sírhatunk azért, hogy utána majd együtt nevethessünk. Így aztán én átadom az ünneplésre a teret, és azt kívánom, hogy egy év múlva ugyanitt még többen egészségben ünnepelhessük együtt Esztergom függetlenségi napját. Ez a sötét szomorúság.
holnapra már máshol leszünk. Sajnos nem ígérhetünk, de ha eltűnünk az arcodról, ez a sötét szomorúság. De nem a diktatúra által kiiratkoztatott békét, hanem a demokrácia békéjét. Dőltömre tök magjankók lesnek. Úgy szeretnék gyáván kihúnyni, s meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék, hagynának egy kicsit magamra, Krisztus útse magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibongnak, űznek, s nekihajtanak önvesztükre mindig új hitnek, dalnak, tűznek. Szeretném már magamat utálni, de Istenem, ők is utálnak. Nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esetten bújdosni, szökni, sírni, fájni, de hogy ez a csürhe ne vessen? Szegény musály Herkules állom, győzöm a harcot búsharaggal, s késik az álmom, s a halálom. Sok senki, gnóm, nyavajás, talmi, jó lesz egy kis hódolás és csönd, így nem fogok sosem meghalni. Feszültségtől mentes, szép jó napot kívánok Önöknek a Haladó Esztergom Egyesület nevében. Napra pontosan egy éve volt, hogy itt a téren vidám, örömteli hangulat uralkodott, mely abból állt, hogy az előttem felszólaló Tétényi Évát a városi lakosság többségi akaratából polgármesternek választottuk. Egy évvel ezelőtt, beiktatásuk napján a fideszes képviselők együttesen nemet mondtak az együttműködésre. Ezek a személyek becsapták a várost, becsapták a választópolgáraikat, a választópolgárok pedig becsapták magukat, mert nem személyekre, hanem pártlogóra szavaztak. Mindenki tanult belőle, remélhetőleg. Ezek után nem sok remény maradt arra, hogy képviselőink belássák, nem pártpolitikát, hanem várospolitikát kell, hogy képviseljenek. És nem a leváltott polgármester álmokfutását, veretes kirohanásait a városi sportcsarnokban, hanem az új polgármester korszerű városfejlesztési programját kellett volna, hogy támogassák. Kapta a város az apró figyelmeztetéseket, bizonyítva, ki az úr a városban. Helyenként kialudtak a fények, leállt a helyi közlekedés, egymás után küldték el a város önkormányzatából a polgármesterasszony munkatársait. Január 20-án áterőszakoltak egy olyan költségvetést a testületen, a polgármester asszony kérése ellenére, mellyel élhetetlenné tették a várost, drasztikus leépítését indították el.
Nem jutott egy forint sem. Zöld területek, játszóterek, parkolók, közutak karbantartására, világításra, életveszély elhárításra. Ezek azok a tételek, melyek közvetlenül irritálják az embereket, és közvetlenül a polgármester teszik felelőssé. Azt viszont kevesen tudják az emberek, hogy például a helyi járat megoldásának lehetősége hetek óta a jegyzőasztal asztalán hever, de nem intézkedik, de a képviselőtestület sem tesz meg mindent azért, hogy ez a helyzet megoldódjon. Milyen városban élünk? Kérdem én. Milyen esztergomi emberek azok, akik tudatosan szórják a szemetet a Széchenyi téren, szórják a szemetet a piac területén, késő este, akik fényképezik és feljelentik azokat, akik tenni akarnak ebbe a városba. Ezek alávaló emberek. Milyen emberek azok a képviselők, akik ocsmány kifejezéseket használnak, és alpári stílusban nyilvánulnak meg polgármester asszonyukkal szemben? Kérdem én. Elmúlt egy év, és megosztott lett a város. Ennek az oka az információ és a tájékozatlanságnak a hiánya. Sokan máig sem értik meg, hogy mindenben, és elmondom még egyszer, halkan, lassan, hogy megértsék, hogy mindenben, mely a város lapóit érinti, a képviselő testület dönt és határoz. Tétényi Éva polgármesterasszonyunk egyért felelős, hogy megválasztásával sorra kerültek napfényre, nyilvánosságra az előző vezetés elrejtett sökét ügyletei. Testületi ülések napirendjéről sorja vonja vissza a Fidesz frakció a város számára fontos megoldásra váró feladatokat, akkor kint a téren, itt errefele, 10-15 fős tisztességben megőszült idős nyugdíjas, akiknek fogalmuk sincs, hogy mit tesznek, hajrá Fideszt ordítják reketre magukat, melynek a vezetője az egyik képviselőnek a felesége. Teszik ezt akkor, amikor épp a Fidesz frakció az, mely hónapok óta gátolja a megoldást, jelen esetben a közalkalmazotti tisztségviselők fizetését korlátozzák, mert a bankok előbbre valók. A Halódó Esztergom és támogatói bizonyítottak. Többek között megszervezték az augusztus 20-ai kétnapos ünnepség sorozatot, szervezték a háromnapos hídünnepet, melyre nem szavazott meg egy forintot sem a testület, de láttuk azt a mérhetetlen hanyagságot, károkozást a raktárakban, több milliós értékben felhalmozott eszközökben, melyért a felelősségre vonás még hátra van. Egy évre visszatekintve, köszönet azoknak, a civil szervezeteknek, aktivistáknak, egyéni kezdeményezőknek, akik a városért dolgoznak és dolgoztak, köszönet a polgármester asszonynak türelmes, kitartó természetének. Egyesületünk és sok ezer esztergomi lakó nevében kérem Pócsföldi, Német, Pál, Ivanov, Meggyes, Stendül, Zoltai, Kálmán, Petróci, Bánhidi nevű személyeket, mondjanak le képviselői mandátumokról. Már sikerült nekik tönkretenni a várost, most már hagyják,
hogy másokkal együtt újra felépítsük. Szeretettel köszöntöm Esztergomban körükben dr. Dániel Péter urat, a Kék Szalaggal a Demokráciánkért civil mozgalom megalapítóját, annak a mozgalomnak a megalapítóját, mely mozgalmat több tízezres tömeg támogatja most már. Ők aktívan részt vettek az elmúlt napokban, az előző hétvégén a budapesti D-Day szolidaritási demonstrációkon, és több más szervezettel, civil szervezettel együtt megalakították magyarországi szocialista szolidaritás mozgalmat, elnézést. Én felkérném Dániel urat, hogy néhány szóval röviden értékelje Esztergom szerepét a diktatúra elleni mozgalmak elindításának és kiterjesedésének folyamatában. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon nagy megtiszteltetés ennek a csodálatos városnak a vendége lenni, és nagyon nagy megtiszteltetés a csodálatos és bátor helyi demokratákkal együtt lenni. Számomra Tétényi Éva egy példakép. Egy törékeny, bátor, kompromisszumkész hölgy, aki megmutatta a hatalomnak, hogy szembe lehet vele szállni. És számunkra ez a csodálatos város is egy példakép, amely azt példázza, hogy a széleskörű civil szövetséggel legyőzhető minden. Én azt gondolom, hogy nincs kétféle demokrácia, nincs narancsos vagy szegfűs demokrácia, magyar demokrácia van. Nincs kétféle tisztesség, nincs kétféle jog, csak egyféle. És ez a demokrácia, tisztesség, jogállamiság a miénk. Magyar demokratáké, büszke magyar polgároké. Nem pedig a narancsos vagy szegfűs pártkasszáké és a mutyitengelyeké, hanem a miénk. És vissza is fogjuk venni tőlük. Itt ez a csodás város megtette és létrehozta ezt a széleskörű szövetséget, és megmutatta, hogy szembe lehet szállni minden dilettáns, diktatórikus vagy korrupt hatalommal. Mi Budapesten és szerte Magyarországon szintén ezt tesszük. Egyre több civil szervezet, szakszervezet, társadalmi szervezet fog össze, és szombaton zászlót bontott a Magyar Szolidaritás Mozgalom. Egy büszke és bátor katona, és egy büszke és bátor tűzoltó vezetésével, Kónya Péter és Árok Kornél barátaim vezetésével. És nagyon büszke voltam, hogy a D-Day, a demokrácia napjának Clark Ádám téri budai híd főállásának a színpadán én jelenthettem be, hogy a Kék Szalaggal a Demokráciánkért mozgalom a legelsők között csatlakozik ehhez az új mozgalomhoz. És azt gondolom, hogy nagyon hamar sok száz civil szervezet és szakszervezet fog csatlakozni ehhez a civil mozgalomhoz. A szolidaritás mozgalom nem pártlogók mellett és nem hátsó szándékok mellett jön létre, hanem a tisztesség, a becsület, józanész mentén jön létre, és az a célja, ami gyakorlatilag az itteni helyi polgároknak megőrizni a demokráciánkat, megőrizni gyermekeinknek a jövőt, és egy normális, tisztességes környezetet, normális, tisztességes működést biztosítani minden szinten. Azt gondolom, hogy nekünk magyar demokratáknak ez a közös célunk, és ez a közös feladatunk, és azt gondolom, hogy ahogy ez a csodálatos város és Tétényi Éva ezt megvalósították, mi is meg fogjuk valósítani Magyarországon, és azt gondolom, hogy a narancsos diktatúra helyett hamarosan egy demokratikus kormányzat, és egy tisztességes, korrupció nélküli rendszer lesz,
amely normális, tisztességes és nyugodt megélhetés biztosít minden magyar demokratának. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást. Kedves esztergomiak, én nem hiszem, hogy sok mindennel ki tudnám egészíteni az elhangzottakat. Néhány rövid gondolatot engedjenek meg nekem. Mindenekelőtt összefoglalva úgy érzem, hogy Esztergom lakossága nevében elsősorban köszönetet kell mondanunk Tétényi Évának a kitartásáért. Azért, hogy a folyamatos, nemtelen támadásokat, megaláztatásokat elviselte. Reméljük, hogy a következő év ennél könnyebb lesz már. Valamikor eljön az idő, amikor sikerül egy kicsit jobbá fordítanunk a világot. Köszönet önöknek, kedves esztergomiak! Önök, akik kénytelenek elviselni a Fidesz frakció büntető költségvetését, annak minden negatív hatásával. Kénytelenek eltűrni, hogy az utak kátyúsak, a zöld fölötek ápolatlanok, akadozás van a világításban, a közlekedésben, a szociális juttatásokban. De ne feledjék, hogy ez nem az adósságrendelési eljárásnak a következménye, az mellett is ezeket a feladatokat el lehetett volna látni. Ez egyedül a Fidesz frakció arrogáns, bosszúálló viselkedésének a következménye, ők okozták ezt a városunkra. Az elmúlt egy évben nem csak negatív dolgok történtek, hanem pozitív események is, és paradox módon én úgy gondolom, hogy ennek többsége is az adósságrendezéshez köthető. Gondoljunk csak arra, hogy pontosan ez miatt ennek következtében tudtuk meg azt, hogy az előző városvezetés hogyan tékozolta el a városnak a pénzét, vagyonát, mennyi adósságot halmozott fel. Hogyha nem lett volna ilyen adósságrendezési eljárás, ez soha nem derült volna ki, vagy legjobb esetben kiderült volna 8-9-10 hónap múlva, és mindezt Tétényi vagy akába varták volna. Jelentős pozitívumként kell, hogy értékeljük azt, hogy a városnak számtalan olyan cége szűnt meg, melyek csak a vezetőiknek hoztak hasznot, szolgálták a gyarapodásokat, a városnak folyamatosan veszteséget termeltek. És nem beszélve arról, hogy a polgármester hivatal és egyéb intézmények dolgozói közül azok, akik csak alibiállásban voltak, csak a pénzt vették fel, ezek mind elmenekültek, hál' Istennek, mint a patkányok a süllyedő hajóról. Tehát ezek mind hozadékként értékelhetők, nem beszélve azokról a volt korábbi városvezetés köreihez kapcsolható beszállító cégekről, akik látván azt, hogy már Esztergomról nem lehet többet lehúzni, odébb álltak. Most már csak egy feladatuk van, ezt tekintik a legfontosabbnak, hogy a számláik után a kintévőségéket behajtsák. Nem véletlenül fogalmaztam így, hogy a számláik után, mert nem a munkáik után kérik a pénzt, mert ilyen jóval kevesebb volt, mint ami a számlán szerepelt. Ezektől mind megszabadultunk. És ugyanakkor, hogyha hozzáveszünk még azt, hogy a napi események kapcsán a Fidesz frakció reszket azért, hogy ezeket a cégeket, a követeléseiket kielégítse, de ugyanakkor nincs rá fedezet, mert pénzt azt nem tudtak előteremteni, érzik, hogy lassan itt a vég. A haverok követelik a járandóságot, de nincs miből teljesíteni. Én úgy érzem, hogy ez mind ennek az évnek a hozadéka, és hogyha egyenleget vonunk, akkor azt hiszem, hogy nem túl nagy ár az, amit fizettünk ezért. Egy fontos bejelentésem van, hát ha még valaki nem tudja. Ezekben az órákban Budapesten, a parlamentben történik a szavazás Megyes Tamás mentelmi jogának megvonásáról. Nem vagyunk naívak, nem vennénk mérget az eredményre,
hogy legalábbis nem úgy szeretnénk, de hátha egyszer, és milyen szép lenne, ha pont ezen a napon történne ez meg. Ennek az elmúlt évnek az esemény kapcsán, hogyha nézzük a társadalmi vonatkozásokat, akkor azt hiszem, hogy az egyenleg pozitív eredménye az mindenki számára világos. Itt nagyon sok ember, aki korábban nem beszélt egymással, összefogott, beszélgetnek, segítik egymást. Civil mozgalmak jöttek létre és aktivizálódtak. Elvállalnak olyan feladatokat, amit korábban a város végzett, ünnepeket szerveznek, segítségeket szerveznek öregeknek, és végzik társadalmi munkába azokat a feladatokat, mint például a fűnyírást és egyéb más dolgokat, játszótereknek a felújítását, amit korábban az önkormányzatnak kellett volna végeznie. Tehát én úgy gondolom, hogy ha bármennyi és úgy tűnik, hogy patthelyzet alakult ki, és belefáradtnak tűnhetünk esetleg a kívülállók szemében, mindenképpen felemelt fejjel tovább kell haladnunk, és egészen addig, amíg a Fidesz frakció bent van a testületben ezekkel az emberekkel, addig ezt nem szabad abbahagyni. Ha úgy érzik néha, hogy fogy az erőnk, és egy kicsit fásultak vagyunk, akkor szerintem gondoljunk arra, amit az előbb idéztem, arra a napra, 2010. október 3-a estéjére, amikor örültünk és erőtől duzzadtunk. Nem szabad abba hagyni. Ebből az emlékképből mindenképpen erőt kell meríteni és folytatni kell. Minden törvényes utat meg kell erre ragadni, ezt tesszük mi is, a civil szervezetek, az ellenzéki pártokkal összefogva, közösen egy népszavazást kezdeményeztek 5 olyan fontos kérdésben, mert ami Esztergomnak az alapjait érinti. Kérem, hogyha a kérdések elbírálásra várnak, és kiírható a népszavazás, akkor aktívan vegyenek részt abban, hogy gyűjtsük össze a 10%-nyi aláírást, és ha ez megtörtént, akkor mindenki vegyen részt a népszavazáson, mint ahogy a népszavazás szokennyi is mondja, kezedben a sorsod, tehát most döntenünk kell. Ez egy nagyon-nagyon fontos feladat lesz, talán legfontosabb egy év óta, október 10-e óta 2010-ből, hogy a népszavazással meg tudjuk mutatni azt, hogy a kétharmad velünk van. Köszönöm szépen! Klasszikusokat idézve, a diktatúra ellen a harc egyik legfontosabb fegyvere a humor. Ezt magunkévá téve mi is készültünk egy vicces, de ugyanakkor tartalmába komoly kis programmal. Ez pedig ezek a lufik, amik itt láthatóak, látom már sokaknak a kezébe van, erre felkötöttünk egy kis szalagot. Az egyik oldalán szerepel a 10 fideszes képviselő és az egy támogatójuk, Juhász úrnak a neve, tehát összesen 11-en vannak a szalag egyik oldalán, és a másik oldalán pedig a kívánságunk. A kívánságunk, ami egy kicsit talán durván megfogalmazva került rá a szalagra, húzzatok el! 2010-es kampányunk egyik záró események. Rendeztük egy felvonulást, egy léggömbös és kerékpáros felvonulást erre az erére. Erre emlékezzünk, és engedjük el a lufikat. Eresszük szélnek a frakciót! Így tűnjenek az életünkből! Time.
A lufik már nagyon messze járnak, a mennyország felé szállnak. De ne féljenek, soha nem jutnak el oda. Sőt, ha hordozó rakétákból a muníció kifogy, menthetetlen zuhanás lesz a vége. De én úgy látom, hogy a zuhanás már a városon kívülre esik, mert olyan messze vitte őket a szél. Köszönöm szépen, és most megkérném még egyszer polgármester asszonyunkat, hogy legyen szíves fáradjon ide, hisz a Tétényi Téri Nőklubnak lenne egy kis kedveskedése, amit át szeretnének önnek adni. Köszönöm szépen, addig elmondom, hogy ez a tábla Kőbánya Kispest ajándéka, amit itt fog hagyni. Ugyanis amikor gyalogoltunk, akkor emlékeztek rá, hogy ott vártak minket, és annak az emlékére átadják nekünk. Köszönjük szépen! Éva drága, amikor pár kedves szót szerettem volna neked írni, a Dalai Láma egy kedves könyve jutott az eszembe, föllapoztam, és itt nyílt ki. Úgy gondolom, hogy álhatatos erőkifejtéssel a negatív körülmények bármilyen formáját ki tudjuk küszöbölni, és pozitív változásokat iktathatunk be az életünkbe. Azt azonban el kell fogadnunk, hogy a változások nem egyik napról a másikra következnek be. Ez a könyv, amit most tartok, ez az egyéb történése képekben, 170 darab kép. Visszatekintve az elmúlt egy évre, köszönjük és csodáljuk mindazt, amit értünk tettél. Az emberek szeretete, töretlen bizalma segítsen téged a nehézségek elviselésében, és tudd, hogy mi mindig melletted állunk, számíthatsz ránk. Szeretettel köszöntünk az évforduló alkalmából, és kívánjuk, legyél nekünk még sokáig. Mondanom, hogy ezek azok a megható pillanatok, amikor majd, ha éjfélig ott látják a világítást, akkor az azt jelenti, hogy én meg erre a pillanatra fogok gondolni. Egyrészt nagyon szépen köszönöm, mert tudom, hogy ezekben a személyes ajándékokban mindenkinek benn van a szeretete, és az, hogy létezik egy Tétényi Téri Nőklub, aminek most már férfi tagjai is vannak, az azt jelenti, hogy az a humor, és meg kell mondanom, hogy én itt köszönöm meg a szervezőknek ezt a meglepetés sorozatot, mert hogy ez számomra mind meglepetés és ajándék volt, külön Miklósnak is, hogy a humor az, amivel túl tudjuk élni ezeket az időszakokat. Én azt szoktam mondani, hogy most kicsit megtanuljuk megmutatni Magyarországnak, hogy hogyan fogják majd ők is túlélni azt az időszakot, ami következik, hiszen tudjuk, hogy mindenki esztergomi. Köszönöm a személyes ajándékokat, és úgy gondolom, hogy még vár ránk egy-két meglepetés. Igen, hát a meglepetések száma azért rohamosan csökken. Polgármester asszonyunkat nem mondjuk békén, mert még vannak feladatai. Szeretnénk, hogyha megvágná az esztergom tortát. Egy kis helyet szeretnénk, hogyha biztosítanának itt a torta köré. És közben mondom gyorsan tovább, hogy mi lesz a program. Hogyha a torta felmetszése megtörtént, akkor polgármester asszony a szokásos hétfői programjának megfelelően, csak egy most egy kicsit késve, elindítja a sétáját, a beszélgető sétát. Ennek mai célja a sziget csúcsa, az ország zászló, illetve hát a régi komp környékére vezetne, ahonnan meg lehet tekinteni a közben odaérkező kis
kívánsághajókat a mécsesekkel. Gondoljuk, hogy addigra pontosan elég jó szürkület lesz, hogy ez egy szép látvány nyújtson. Utána pedig majd várjuk őket vissza, hogy tovább ünnepeljünk és beszélgessünk. Jó, azt akarom. Jó, ez szuper. Azt akarom. Jó, tisztelány. Igen. Akkor ünnepélyesen Akkor ünnepélyesen meg fogom vágni a tortát, nagyon szépen köszönöm az ajándékot, és mi úgy próbálom megvágni, hogy mindenkinek egy pici szeletke jusson. Ez az első évfordulónk, és azt kívánom, hogy hát 25 év múlva is ugyanígy találkozzunk. Én azt hiszem, hogy ez lesz az első olyan alkalom, amikor a süteményből a népnek is jut. Ha nem is túl nagy szelet, de mindenképpen meg lehet kóstolni. És közben, hogy az ünneplés hőfokát emeljem, készültünk még egy kis zeneszámmal, ami én úgy gondolom, hogy hát a Tétényi téri eseményekhez és a kitartó csőcselékhez nagyon jó illeszkedne. És én úgy gondolom és javaslom, hogy ezután a Tétényi téri csőcseléknek legyen ez a himnusza. Megkérném Attilát, hogy játssza a zenét. A szöveget figyeljük nagyon. Kívánom, hogy mindenki érezze jól magát. Mondják be is! De arra várnak, hogy elinduljon. Csak hogy világos, honnan jelünk? Igen.
Akkor a polgármester asszony a program szerint megkezdi a sétáját a sziget csúcsa felé, aki kedvet érez, kíséri el, és ott meg tudják tekinteni majd a kis kívánsághajócskákat, ahogy elúsznak Budapest irányába. Gyere velem, engedj a szívednek, én már nem félek. Gyere velem, hogy újra ébredjek, és én mást nem kérek. Útunk végtelen, oly sok éjjelen, bújj hozzám. Szívemben újra itt a nyár, mere oly rég vártál. Gyere velem, engedj a szívednek, én már nem félek. Gyere velem, hogy újra ébredjek, és én mást nem kérek. Útunk végtelen, oly sok éjjelen, bújj hozzám. Szívemben újra itt a nyár, mire úgy rég vártál. Határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj tiéd a szenvedély, nem hagyhatod, mi örökre benned él. Ha messze mész, lehessen élni még, könnyet törölni lesz egy kéz. Szép népet elhabbant álmok után, maroknyi csöndet vegyél, mielőtt elindulnál. Ha messze mész, kell, hogy visszanézd, hosszú út lesz még száz vagy ezer év. Ki megmarad, aki lesz talán, maradj, mert ő itt visszavár. Légy te a béke, légy
hazamész, s majd érkezel. Te az legyél, aki jól felel. Ki felhőket járta, a földre ért, tudta, itt kell halni, s élni hazatér.
megjött a fényed, repül.